Szeretettel köszöntök mindenkit Marosvásárhelyen. Örülök, hogy ennyien összegyűltünk itt szűk családi körben. És arra kérnek mindenkit, hogy az óm nám mantrával kezdjük a mai darma beszédet. Az óm az az univerzum, ezt mindenki tudja, a nám pedig a tiszta. Tehát egy hétszer elismételt tiszta univerzum mantrával kezdjük a mai darma beszédet lehetőség szerint tegyük így habcsangva a kezünket, nem muszáj, ha nem szeretnéd, és egyszerre elindul. Oh. vezetőjeként, szeretnék a 10 Bika Történet című képsorozatról beszélni, és nagyon sokan ismerhetitek ezeket. A 10 Bika Történet az a taoizmus és buddhizmus találkozásából született Kínában, csak úgy, ahogy a Chan, vagy Son, vagy Zen buddhizmus. A 10 Bika Történet rendkívül érdekes, rendkívül egyszerű, és ahhoz, hogy az öngyakorlatot egy picikét megragadjuk és megértsük, ahhoz nagyon jó. Az első kép az az, amikor a tanítvány keresi a bikát, de csak a nyomait látja. Látja a bika nyomait, és néz. Meg szeretné találni. No mi ez a bika, és valójában mit keresünk mi? Tehát keresünk valamit, amit úgy hívunk, hogy megvilágosodás, felébredés, igazi való. a világnak ezen a tájéken megváltás, megigazulás, megszabadulás a szenvedéstől, elérni a boldogságot. Tehát ez mind-mind szimbolizálódik a bikában, abban az erőben és abban az elképesztő stabilitásban, amely a tudatnak a sajátja. Egyelőre csak a nyomait látja a kereső. A második képen már látja a farát és a hátsó két lábát, az jó barna, jó sáros. A kötéllel a kezében megközelíti, és a kötelet a nyakába teszi, és elindul a húza vona. A bika lehúzná az útról, az ösvényről a gyakorlót, bele a szakadékba, vagy föl a havas hegyre. Mit jelent ez a képsorozat? Ez azt jelenti, hogy amikor a gyakorlatnak a kötelékét, a fegyelmezett meditációs gyakorlatod a kezedbe veszed, és elkezdesz a személyiségeddel, az énségeddel dolgozni, akkor legelőször a legbarnábbik, legsárosabbik részét látod. Tehát nagyon gyorsan boldogságot szeretnénk, szeretett meditációban szeretnénk elmerülni, azonnyomban bölcsességet és együttérzést szeretnénk adni és kapni, ehelyett, a saját bikáknak a sáros marját, lábát, farát látjuk. És ahhoz, hogy meg tudjuk szelidíteni, ahhoz bizony a nyakába kell tenni a kötelet, és ahhoz, hogy gyakorolhassunk, ahhoz elképesztően állhatatosnak kell lenni. Az út az a középútnak a jele. Azért van az út mindig megfestve, és nem a mezőn, vagy a tó mellett, vagy a hegycsúcson, Viaskodunk a bikával, mert az út az mind a taoista, mind a buddhista hagyományban egyaránt fontos. Az út nagyon sok mindent jelent. Jelent egy tiszta irányvételt, és jelent valamit, aminek van két széle. Az úton nem korlátok vannak, hanem határok. Ha ezeket a határokat túlléped, akkor lejuthatsz a mocsárba, vagy fölmehetsz a havas hegyre, de valójában eltéveszted az utad és ezt az utat középútnak hívják. Erre még később visszatérünk. Amikor ez a harc, ez a viaskodás saját magaddal elér egy bizonyos szintet, akkor a bika feje és nyaka kifehéredik. A teste még nem, de a fej és a nyak már igen. Ez azt jelenti, hogy egy picit kezdünk észnél lenni. Egy picit már ráláttunk a karmánkra, a bika nyomaira, hogy mit csinál, és legalább szándékainkban elkezdünk letisztulni. Amikor ez bekövetkezik, akkor látod azt, hogy egy fához ki van kötve a kötél. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy már egyfajta rendszerességet, stabilitást, megjósolhatóságot elsajátítottál. És ekkor a gyakorlat rendszeressé megjósolhatóvá és stabilá válik, ekkor a bikának már ugye a törzse, ugye a kis pocia már fehér. A következő kép az, hogy leoldja a gyakorló a kötelet a fáról, felül a már teljesen kifehéredett bika hátára, és a kötél még ugyan ott van, de egy fuvolával vezérelve a bikát már sikerül a helyes irányban az úton tartani. Mi ez a zene? Mi ez a fuvola? Aki lovagol, az tudja, hogy a ló milyen érzékeny, és a gazdájának a gondolatára is tud fordulni, megállni. Nagyon sokat kell ahhoz lovagolni, hogy valaki egy ilyen kapcsolatot kiépítsen a lóval, és hogy egy aprócska csípő mozdulattal is a ló teljesen tudja, hogy ugye mit kell csinálnia, ez kevesebb erőfeszítés. Ahhoz, hogy az ostorból értsen, az nagyon gyorsan megy. De az, hogy a zenére hallgasson, mint a bika, hogy a gazdájának a gondolatát is érezze és kövesse, az nagyon-nagyon sok tréning. Úgyhogy a tíz bika történetben, amikor már kifehéredik a bika és a személyiség letisztult uh, nagyjából, akkor ezzel a nagyon finom gondolattal lehet vezérelni. De ez még nem a vége, sőt, nagyjából a felénél tartunk itt a képsorozatnak. A következő kép az, hogy a tópartján ül a gyakorló, nézi a vizet, a tudat tiszta tükrét, a bika pedig ott bóklászik a környéken. Nem megy el, már nem akar. Már nincs viaskodás, nincs önmagaddal való kőkemény küzdés, a szokásaidat átalakítottad, a ragaszkodásaid nagy részétől megszabadultál, már, már hallgatsz önmagadra, az igazi jobb önmagadra, és ekkor a tó partján eltűnik a bika, eltűnik az ember, és eltűnik a tó. Marad egy üres kör. Ez az üres kör, ez a zennek a köre. Ez jelenti ezt a pontot, amikor eléred azt, ami nem név, nem forma, nem élet, vagy halál, nem keletkezés, vagy megszűnés, hanem csak az a tiszta, tükörszerű, térszerű tudat, amely most benned figyel ami lát a szemeddel, hall a füleddel, érez a testeddel, kimondja azt, hogy én, és összetéveszti magát ezzel az én képpel. És emiatt az összetévesztés és illúzió betegség miatt leszünk sárosak, makacsak, túl kemények. A következő kép az, hogy az üres kör után megjelenik csak a táj, Általában hegy és víz együtt, a yin és a yang egysége, és amikor a táj megjelenik, akkor az igazság megjelenik a lényeg után. A következő kép pedig nem más, mint hogy a mester a város felé néz, és arra felé lépdel. Ez azt jelenti, hogy azt a tudást, azt az elérést, amit megtapasztalt, megosztja másokkal. Nem magáért tette, mindenkiért tette. Azért, hogy akiknek a szemét kevés por fedi, azok hallgassanak, figyeljenek, és aztán helyesen cselekedjenek. Néha van egy 11. kép is, amely úgy néz ki, hogy van a tanítvány, aki az alázat és tisztelet tartásában van a tanító előtt, a tanító pedig tanítja, és ezzel szokott vége lenni, vagy az előző városban menő képpel szokott vége lenni a sorozatnak, és itt emlékeztetnék mindenkit arra, hogy ez nem egy lineáris vonalszerű sorozat, hanem egy ciklikus, körszerű valami, ugyanis ekkor, amikor megkapta az instrukciót a tanítvány, akkor visszaúrunk az elsőre, és elkezdi a bikát keresni, de egyelőre csak a nyomait látja. Tehát igazából nem láttuk még önmagunkat az első képen, de a karmáknak a következményeit azt igen jó mélyen bele van taposva az útba az a sok-sok lábnyom, amely a szavaink, tetteink, gondolataink és érzelmeink következménye. Ezzel a nagyjából 10 perces tanítással a zenpraxis lényegét vázlatosan el lehet mondani, és kb. 10 év az, amíg igazából úgy meggyökeresedik. Miért? Amikor vizet iszunk, akkor poharat, egyéb edényt használunk. És nagyon kevesen tudjuk azt, hogy ugyan szükség van a pohárra, de nem a poharat isszuk meg, hanem a vizet. A zennek vannak technikái. Ezeket a technikákat lehet és kell is használni. De a technika maga nem a meditáció, csak egy segédeszköz. Tehát vannak olyan zen bajnokok, akik nagyon-nagyon sokat tudnak így ülni, de kimennek a meditációs terem kapuján, és mintha visszakapcsolták volna a karmájukat, alig történt valami belül, mert a meditáció formáját gyakorolták, de a lényegét nem tapasztalták. A lényeg viszont nem szavakba fogható, csak tapasztalható. Ez az a tiszta tudat, amely tükörszerűen ebben a pillanatban mindent mutat. És ez az a forrás, ahonnan a tetteid, szavaid, gondolataid és érzelmeid jönnek, ez az, ami látja, és ez az, ahova visszatér. Úgyhogy a zen nem tehetségfüggő, végképp nem tudás függő, nincs benne ezoterikus vagy exoterikus tartalom, de van egy nagyon világos iránymutatás, amelyet például a tízbika történettel meg lehet érteni. De önmagában ez a megértés csak nagyon kevés segítség, körülbelül annyi, mint a térkép. De utána a térképet zsebre el kell indulni a tájon. Be kell járni, fel kell fedezni, és amikor egyé válunk a tájjal, akkor érkeztünk meg igazán. Nem szaporítanám tovább a szót puszta bevezetéssel, hanem azt kérdezem, hogy kinek van kérdése. Mennyit kell meditálni naponta? 24 órát javaslom. Ebből a formális része az mondjuk napi kétszer egy óra, egy óra, reggel egy óra, este. Itt a meditáció három alapfajtájára szeretnék rámutatni. Az egyik a leboruló meditáció, a másik az éneklő, a harmadik az ülő. A leborulás tiszteletadás, nem báványimádás. A leborulás mozdulata ahogy azt a holnapi workshopon meg fogjuk tanulni, az a buddha természet, ennek a fehér bikának, vagy később üres körnek a magunk fölé való emelése. Tehát ez egy belső munka, és nem valami külsődleges tevékenység, bár ezt egy oltár, illetve buddha szobor előtt szoktuk végezni, ahogy az ázsiaik a kis már 2500 éve. A másik az éneklő meditáció, amely a beszéd segítségével lazítja föl a sarat ezen a bikán, és a mantra nagyon fontos, mert a zajt lecsökkenti, és a jelt behozza. Tehát nem pusztán hagyománytiszteletből mondtuk el a mantrát a dharma beszéd elején, ez segített ahhoz, hogy mindenki megérkezzen ide, még inkább megérkezzen ide, és teljes jelenléttel és figyelemmel legyen itt. Az ülő meditáció pedig a legfinomabb része, hogy a figyeled a testtartást, a lélegzetet, és egy bizonyos meditációs technikát csinálsz, és ennek a háromnak az egyidejű művelete az, ami ahhoz hasonlítható, mint amikor a széfnek a három zárját kinyitod. És amikor kinyílik a széf, és belül meg akarsz ragadni valamit, akkor semmi nem lesz a kezedben, csak a széfnek a falai tűnnek el. Tehát kinyílik az a tudat, kinyílik az a személyiség, amely addig zártnak, elszigeteltnek, csak önmagában valónak érezte önmagát, és az egyévállás tapasztalat nem, hogy kinyitja ezt a széfet, hanem le is bontja. Tehát nincsen több önvédelmi mechanizmus, nincsenek elhárító kényszerek, egy önálló, integrált, egészséges személyiség teszi a dolgát. Na most ezt formálisan is művelni kell ahhoz, hogy az utcán, a munkahelyen, a család kölcsönhatásaiban is menjen. Tehát először nagyon szükség van a pohárra ahhoz, hogy a víz ne folyjon szét. De képzeld el azt, hogy addig tanítod a vizet, amíg egyszer csak lehúzod róla a poharat, és így marad. Ezt a víz alapállapotban nem tudja megcsinálni, akármennyit énekelsz neki, de a tudatod az igen. Tehát azt énekled a tudatnak, hogy együttérzés, bölcsesség, odafordulás, önzetlenség, és ez szépen elkezd a tudattalanodban működni. Tehát lemegy a tudat alá, süt, főz, takarít, és utána pedig a megfelelő cselekvés, szó, gondolat és érzelem feljön. Nagyon sok olyan technika van, ez nem zen, amiről most beszélek, hogy a tudatodban, a tudatos gondolkodó személyiségedben elülted dolgokat rendszereket épít, állít föl. És ezek segítségével, mint egy állandó kontrollmechanizmus szeretne téged jobb emberré tenni. Ezek nem jók és nem rosszak, csak megvannak a korlátaik. A korlátjai pedig az, hogy pont helyzetben nem működnek. Akkor ömlik össze a rendszer. Akkor omlik össze a rendszer úgy, hogy nem tudsz tudatosan gondolkodni, elöntenek a szenvedélyek, hatalmas érzelmi viharok vannak, esetleg fizikai problémák, és a többi. Most innentől kezdve ezek a tudatos, kifinomult, 10%-ra beállított technikák, ezeket elsöpri a karmád. Ez az, amikor a bika olyan erős lesz, hogy a kötéllel kitépi a fát Kiderült, hogy nem fa volt, csak egy bozót. Aztán elrohan vele. Tehát a zen pont a legelején, amikor az ember a legtürelmetlenebb, akkor nem ad rögtön eredményt. Tehát alapozni kell. Tehát a ház legfontosabb része ez a föld alatt van. Mert arra épül minden, ami a föld fölött van. Ugye a meditációt azt olyasféle tudatossággal kell gyakorolni, hogy a tanításból már elsajátítottam annyit, hogy ki akarjam próbálni. És meg akarjam tenni. És amikor ez elindul, akkor, ahogy mondtam az elején, először abik a sáros tomporát látjuk, tehát a saját Addig lefolytott feszültségeinket, olyan önképeinket, amiket nem akartunk tudomásul venni, amikkel addig nem akartunk szembenézni, beraktuk a szekrénybe, és most hirtelen előttünk van. És ez a tisztulás, ez nem boldogságos folyamat. Néha egyfajta katarzist élünk át, néha egyfajta megkönnyebbülés van, de hónapok, az, azt mondom, hogy hónapok kérdése, hogy az ember beálljon erre az ösvényre hogy a bika már ne húzgálja selle se föl. Úgyhogy a meditáció az egy olyan dolog, hogy elkezdeni nagyon jó, megtartani érdemes, és abba hagyni nem ajánlatos. Ez nem azt jelenti, hogy az ember zenfüggő lesz. Ez azt jelenti, hogy ha egyszer megnyitottad a tudatot, akkor érdemes a tartalmát tisztogatni, tisztogatni, főleg ha látod, hogy működik. Mert ez működik. Ha úgy csinálod, ahogy tanítjuk, akkor jövő, tűrő és hülyeség biztos, teljesen. Ha valaki elkezd kísérletezgetni és a saját szakállára valamit csinálni a tan helyett, akkor az az ő dolga. Az nincs a biztosítási kötvényben. De hogyha tényleg az irányvétel tiszta, az alkalmazás tiszta, akkor az eredmények jönnek. És a meditáció az, ahogy mondtam, lehet formális és informális, de a tudat előbb-utóbb megtanulja, hogy ülve, állva, járva, fekve, ébren, alvásban, beszédben és csendben, álomban és ébrenlétben, testben és testen kívül, folyamatosan, megállás nélkül mi ez. És ez a kérdés, Belül elkezd dolgozni, és elkezdi tisztítani a tükröt. Ledobálja se a saratabikáról. El kell menni a mesterhez, nem kell elmenni. Mit csináljuk? Több szellemi út is érdekel. Úgy 20-20 percet meditálok reggel és este. Hónap például nem tudok itt lenni, mert csak edző vagyok és versére megyek. Mit csináljuk? Egy nagyon nagy chakornám az te Hú. Hova Mi? rakjam a karmámat? Az melyikre? C2-ről, b 4 Mi De, lett Az e 4 Ugye? Nem mindegy, hogy futó vagy csikó. Tehát a, a, a mesterrel találkozni kell. Tehát a régi kínai, koreai hagyományban uh, egyszer legalább tanítást kellett kérni és kapni. Ezt a koan gyűjteményekben lehet olvasni, ezekből hoztunk. Tehát ez nagyon fontos, hogy most a tanítást is és a tanítóval való találkozást is egy füst alatt ugye meg lehet valósítani. Az ilyen találkozás után általában a tarintvány fő a hegyre, és ott gyakorol a templomban jó sokáig. Miután ezt megtette, utána lejön, és a mesterrel ugye kivizsgáltatja az eredményt. Na most ez mostanában már egy kicsikét fellazult, tehát évekig gyakorolnak a mester szárnyai alatt és a folyamatos kapcsolattartás a tanítóval, tanítással és tanítványi közösséggel úgy érzem, hogy elengedhetetlen a fejlődéshez. Nem árulok zsákba macskát, mindenki kísérletezhet, ahogy mondtam, de a mostani világban a tudatok annyira elgyengültek, és annyira túl vannak töltve felesleges dolgokkal, információval, érzékszervi hatással, reakciókkal hogy a tanító néha átveszi egy ilyen középiskolai osztályfőnök és egy pótpapa vagy pótmama szerepét, sajnos ezt kell tenni, de nem sajnos, mert aki tanító, az megcsinálja. Aki meg nem akarja megcsinálni, az, az ne tanítson, az menjen csináljon mást. Mindenképpen találkozni kell, mert a tudattól tudatig való átadás, vagy éppen kapcsolat az, amelyen keresztül a tanítvány nem csak, hogy tudja az irányt, hanem érzi is, hogy merre kell menni és ezek után lehet művelni a tant. Ugye most már a könyvespócról le leemeljük, meg az Amazonon megrendeljük ezeket a dolgokat, de nehogy azt itt, hogy attól, hogy elolvastad, attól érted. Nem attól érted. Attól, hogy belül megvalósult, attól érted. Na most a tanítványi közösség az iszonyatosan fontos. Képzeld el, hogy a bika nem egyedül van, hanem nagy gulyában, és a bikák úgy egymáshoz dörgölődnek, és lesurikálják egymásról a sarat. Ez azért jó, mert a zen főleg nem véleményfüggő, és pont ezeket a véleményeket tudjuk így lesurikálni egymásról, mert látjuk azt, hogy mindenkinek igaza van, de a véleményed az meg felesleges mindenkinek. Úgyhogy ez egy, ez egy ilyen, ilyen műfaj, és, és, azt, azt gondolom, hogy a több szellemi utat, azt ki lehet, sőt ki is kell próbálni, és annál megmaradni, ahol kellő kihívást és perspektívát érzel egyszerre. Ha csak perspektíva van, és berohanod, akkor ott nem változtál semmit. Ha perspektíva nélküli kihívások és állandó próbatételek vannak, és nem érzed azt, hogy itt neked bármiféle keresni valód lenne, akkor nyugodtan menj el onnan, mert nincs meg a koreol inyon, a yin és a yang, az a fajta kapcsolat a tanítóval, a tanítással és a tanítványi közösséggel, hogy haladhass. Az úton pedig a haladást azt gyakorolni kell. Még akkor is, hogyha az a tudatnak leginkább a helyben maradás. Tehát az a paradox, hogy itt és most ebben a pillanatban szeretnénk lenni, és ezt úgy mondjuk, hogy haladsz az úton. Hová mész? Folyamatosan ide-vissza. Úgyhogy nagyon nagy szerepe van a hagyománynak. A hagyomány nem múzeum, nem irattár, nem kulturális toposzoknak és szakácskönyveknek a gyűjteménye, hanem az élő darmának az átadása, ez a hagyomány. Amelyik elkezd egy kicsikét messzesedni, az elkezd foglalkozni túl sok ingatlannal, vagyonnal, hatalommal, politikával és a többivel, és elkezd az élő víz, ez kész, be van fagyasztva és innentől kezdve azt mondom, találj egy olyan hagyományt, amely számodra az életet jelenti, a lélek életét és a szellem letisztulását. És ahol ezt érzed, ott legyél. És ott szépen tíz év. Mert előtte nem nagyon van semmi, csak ismételjük a hibáinkat. És azt hiszük, hogy a hagyományal van baj. Nem szeret minket a tanító. megérthetetlen érthetetlen a tan... Nem. Vakarjuk a sarat a bikáról. Semmi más nem történik. Ott volt egy kérdés, adjuk oda hátra. Mi a tanácsot öm, arra az esetre, amikor a bika még nincsen befogva, tehát még csak nézem a farát, és és válságos idők vannak? Nem egy nagyon közel, nehogy megrúgjon. Egy. Kettő, sodort meg a kötelet. Tehát dolgozz ki egy olyan stratégiát, amit úgy hívunk, hogy életvezetési stratégia. Nézd meg, hogy mit szeretnél elérni és annak az útját járd, és akkor előbb-utóbb úgy érsz közel a bikához, hogy nem a tomporán, nem akkor rúg, hanem oda jutsz a kötélel a nyakához. És akkor bele is tudott tenni. Magyarul a lényeget fogod meg. Tehát nagyon fontos az, hogy egy mozdulattal, egy cselekedettel lehetőleg egy csomó minden mást rendezél. Ez a biliárd effektus. egy golyót megütsz a dákol, és utána csk -csk 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 belemegy hat hét a lyukba. Na, így kellene gondolkodni, és nem reményt veszteni akkor, amikor a világ intézményei, formái nem tűnnek túl hatékonynak. Tehát nem, nem ugyanazokat a köröket rójuk. Csak nem jöttünk még rá, hogy hogyan lehet meghaladni a mintázatainkat, a rutinjainkat. És a meditáció ezért jó, mert alkalmat ad egy picikét arra, hogy máshonnan nézd. Más nézőpontból, mint a festő, aki hátra tud lépni a vászontól. És rájön, hogy addig csak az arcával festette a vásznat. És ideje lenne az ecsettel. Nem mindegy. Lauce azt mondja, hogy aki másokat legyőz erős, aki önmagát legyőzi hős. Most ezzel kapcsolatosan vannak-e olyan tapasztalataid, történeteid, amit szívesen megosztanál, és elmondanád, hogy te hogyan élted meg? Nagyon nehéz erre úgy válaszolni, hogy ne önreklám legyen. A, a tanító nem nagyon szokott a saját, akár meditációs, akár karmikus tapasztalatairól beszélni. De a helyzet az, hogy az önmagunk legyőzését azt mindenki úgy gyakorolja, hogy az eredeti tiszta szándékát megtartja, és nem hagyja, hogy akár a saját véleményei, vágyai, haragja, vagy mások véleményei, vágyai és haragja befolyásolja. A meditáció tiszta, tükörszerű tudatában az ember előbb-utóbb meglátja, hogy mikor tért le a helyes útról. Egy együttetlen érzés itt, gyomország környéke. Úgyhogy nem az én tapasztalatom számít, hanem a tiéd. Tehát, e, ilyen szinten saját magunk legjobb tanítói lehetünk, akkor, ha a tudat tükre elég tiszta, és merünk őszinték lenni magunkhoz. Ugyanis a legelső meditációs technika az, hogy mersz látni és akkor vagy őszinte magadhoz. Nem amikor ilyen morális, meg etikai traktátusokat ott hangoztatsz magadban, vagy elismétled mások gondolatait. Nem ekkor. Akkor, amikor a tudat tükrében tisztán látsz. És ezt a tisztánlátást nem kendőzöd el. Nem gondolod túl például racionális tudattal, nem fűszerezett túl érzelmekkel, nem próbálod megmásítani. És akkor, amiről le kell mondani, akkor lemondasz. És ekkor, ugye, aki magát legyőzi, egyik fordításban hős, másikban hatalmas. Tehát az erő és a hatalom között azért elég nagy különbség van. Szerintem nézd meg azt, hogy mi az, amire tényleg szükséged van, és mi az, amit csak úgy akarsz. Mi az, amit magadért teszel pusztán, és mi az, amit másokért. Mi az, amikor nagyon nagy tartalma van annak, amit kimondasz, és mi az, amikor csak úgy megszólalsz, hogy a másik elfogadjon, vagy jelen légy. Az énségről érdemes lemondani, de az életnek erről a nagyon érdekes ízéről, ami az emberi élet, arról nem kell. Csak helyes irányba fordítani, helyesen élni, és ekkor tudunk magunkon és másokon segíteni egyaránt. Nagy részt úgy, hogy észre se veszed. Úgyhogy ez az önmagunk legyőzése, ez nem más, mint azoknak az önképeknek a feladása, amelyek egyébként sem igazak. Minél nagyobb a távolság az önvalód és az önképet között, annál jobban szenvedsz és szenvedtetsz. Tehát ha megkérdezed, hogy miért van az, hogy az emberek ordítanak, kiabálnak, kivetítenek, panaszkodnak, hibáztatnak, a legmélyén az az oka, hogy az önképük és az önvalójuk között óriási a távolság, és nem látják azt, hogy saját maguk működnek. Így azt sem látják, hogy a másik ember működik, azt meg végképp nem, ahogy a világ működik. Tehát ha ezt meg akarod ismerni, akkor fordítsd az energiádat befele, nézd meg, hogy ebben a lényben, akit te énnek hívsz, magadnak hívsz, mi van. És amennyit felfedezel magadból, azt a másikban is meglátod. Amit eltakarsz magadban, lecsavarozol magadban, azt a másikban sem fogod meglátni, mert megfogadtad, hogy azzal nem foglalkozol. És kész. Most innentől kezdve dolgunk van. Ez nem pusztán lelkiismereti kérdés. Ez emberi kérdés. Mert az, hogy ilyen tudattal születtünk, az rendben van. De ilyennel is akarunk tovább menni? Na, az már nem mindegy. Ugyanis amit tovább viszel, azt hozod le a következő életedben. Ha visszanézed, akkor mindaz, amit az összes korábbi inkarnációtban csináltál, annak az eredménye ez a pillanat. Amit most csinálsz, az ez az, az összes többi jövőbeni következménynek az alfája, a kiinduló pontja. Én azt hiszem, hogy a legnagyobb kéz is az, hogy lemondunk azokról az illúziókról, amelyekben úgy szeretnénk fürödni, hogy hát ha igazak, hát ha mégis mik, mik vagyunk, és hát ha én majd az leszek. Nem. Ezeknek az önképeknek a feladása és az önvalóhoz való visszatérés az a szenvedés megszüntetése, és a gyakorlat az ennek az útja. És amikor ezt járjuk, akkor járjuk a budhák útját. Lennél szíves módszert adni um, olyan esetben, amikor um, tudjuk, hogy meg kellene húzni a kötelet, vagy rövidebbre fogni, de itt nyugaton a lustaság az nagy úr. <laughs> és. Um, a motiváció. lustaság. motiváció. Látod a lustaság lakcímkártyáját, hogy hol lakik? Mert ugye az uraknak van palotája. Van egy rakás ilyen befejezetlen palota, hogy jövünk itt kocsival. Na, ott már a lustaság tanyát vert. Tehát a lustaság az nem nagy úr, hanem valamit nem akarsz megtenni, amit egyébként kéne. Mi az, ami visszatart attól, hogy megted azt, amit már réghelyesnek, szükségesnek látsz, és még mindig nem tetted meg? Mi az, ami elveszít a részletekben? Mi az, ami meggátol, távol tart, kerülőutakba taszít? A tennivalók. Nem a tennivalók. Hogyha teszed a dolgodat, akkor tényleg nem hívhatod lustának magadat. De van úgy, hogy az ember, mint a kis mókus a kerékben itt pörög-pörög, és a nap végén azt mondta, hogy nem csináltam semmit. Hogy tényleg lusta voltam, mert a legfontosabbat nem tettem meg. Tehát ahhoz, hogy ne érezd feleslegesnek a tevékenységet, ez a lustaság egy formája, ahhoz a legfontosabbat kell föl, legfölülre tenni. És ekkor viszont a világképpel kell dolgozni, hogy mi az, ami a világban tényleg működik, és mi az, ami illuzórikus. És az illúziókat fel kell adni azért, hogy legyen hely a fontos dolgoknak, személyeknek, cselekedeteknek, együttléteknek, és amikor ez a fontossági sorrend fölállt, és mered követni, akkor nem érzed azt, hogy lusta vagy. Amikor, amikor ilyet csinál az ember, hogy mondjuk a legfontosabbat teszi előtérbe, mert teljesen a megszokások és a bevett mintázatok fölé kell emelkednie, és ezt a környezete néha nem szereti, és azt mondja, hogy érvénytelen. Te ne csináljál már ilyet, ne gondolkodjál így, főleg ne beszélj így, stb. Mert nem az, amit megszoktak. És ez a, ez a megszokásba való belerögösödés, ez néha nem csak a lustaságnak, hanem egyéb negatív állapotoknak is az alapja. Mert nem merünk változtatni, nem merünk őszinték lenni, nem merünk új fontossági sorrendet fölállítani, hanem a régit ismételjük, mert mindenki azt csinálja. És mindenki szenved, de senki nem mer változtatni. Te lehetsz az első. Jó estét csak azt szeretném kérdezni, ugye sok helyen említik, mi az üresség, és uh, hogyan lehet megtapasztalni, felismerni? Ha azt kérdezed, hogy mi az üresség, akkor ez már ugye a kérdésből kiderült, hogy nem szólhat az ürességről, mert kimondtad. Tehát az üresség eredetileg nem név, nem forma, nincs benne szó, jövés, menés és a többi. Amikor ezt a hangot hallod, akkor egy pillanatra elérte mindenki az ürességet, utána reagált rá. Akár úgy, hogy megijedt, vagy elmosolyodott, felcsillant a szeme, vagy csalódott, na már megint. Tehát amikor ez, ez megtörténik, Ebben a pontban az ürességet egy kicsit eléred, de én szeretnék gyorsan egy kis fogalmi tapaszt tenni erre a szóra. A szanszkrit eredeti ennek a sunyatá, és a szanszkrit nyelv az gyönyörű és rendkívül komplex. Ők meg tudják azt csinálni, hogy több fogalmat tömörítenek egy szóba. Nálunk ez összetett szavak kellenek, ők ezt szótagokból megoldják. A sűnyate eredetileg azt jelenti, hogy teli üresség vagy üres teljesség. Ezt így tessék elvenni haza. Nem úgy, hogy a nagy semmi, aztán még meditálnak is hozzá. Tehát... Nem, nem mert akkor ilyen semmi bajnokok lennénk, utána a semmi ágán ülne a kis szívünk, és hangtalan vacogna. Na hát ez nem jó. Úgyhogy ez a semmi, ez, ez, amit a nyugat nihilizmusként, vagy egyébként óhajt apostrofálni, semmi köze a tanhoz, csak a tárgyatlan, tiszta tudatot jelölték így, mindenféle attribútum nélkül, úgy, hogy a teljesség közben benne volt. Tehát teli üresség, vagy üres teljesség, ezt így jegyezzük meg. És akkor nem fogjuk félreérteni. Nem állítom, hogy ez benned megtörtént, de hogy ne is történhessen meg az itt jelenlévőkben soha, sehol, semmikor, ezt a választ nyugodtan vidd el magaddal, és ne hajt, hogy a szavakhoz való ragaszkodás az utat eltorzítsa. Ez az egyik legnagyobb probléma. Nagyon tudunk ragaszkodni a fogalmi gondolkodáshoz, amely, mint tudjuk, rendkívül tökéletlen és akkor bizony bukdácsolunk jobbra-balra. Ha gyakorolsz és tapasztalsz, akkor kiderül, hogy tapasztalhatjuk azt, ami nem tudható, és így ez a sok-sok tudás, amit felhalmoztunk, a helyre kerül. Tehát ilyen vastag könyveket írnak ilyen kicsi gépekről, és ha az ember kitapasztalja azokat a picike kis gombokat, akkor az, összes szó, amit ilyen vastag könyvekben leírnak, az a helyre kerül. És egy jó része feleslegessé válik. Az apám alkalista. Nem ma kezdve, és próbálok a témára sokat rámeditálni. És azt hiszem, hogy bár tudom, hogy ez ő választása, lelke megvisel, és helyette nem tehetem meg lépéseket, viszont én nem jutott tovább. <coughs> ez ügyben. Így, ha folytatod, akkor másodlagos alkoholista leszel. Az apád elsődleges, mert ő függ az italtól, te pedig függsz az apától. Amíg ez a függő viszony fönnáll, addig nem tudsz rajta segíteni. Tehát érdel azt a tiszta tudatot, amely nem függ senkinek a létállapotától, senkinek a szenvedélyétől, és akkor az az együttérző odafordulás, amely minden szenvedétől és függéstől mentes, az tud valamennyit segíteni, valamennyit, nem a teljeset. És az a szembe kell nézni, hogyha egy ember úgy dönt, hogy meghal, akkor meg is fog. Mert addig küzd, amíg ki nem rúgja maga alól a sámlit. És ott lehet állni mellette, és kérni, hogy ezt ne tegye, de ha nem hallgat rád, meg fogja csinálni. Ott állhatsz a tálcával, hogy bekötözd, de ha nem ismeri el, hogy több vérzik, nem fogja hagyni. Úgyhogy ezért kell a határainkat látni, és nem pusztán valakitől függeni az ő létállapotát igyekszünk 100%-ig megjavítani, hanem először érd el azt az erős és tiszta tudatot, amely képes önmaga megváltoztatására, és akkor ebből az energiából küldhetsz neki, elvárások nélkül mondtad, hogy az elején a festő az arcával fest, utána meg eltávolodik, és akkor az ecsettel fest. Mégis a tökéletes festmény akkor születik meg, amikor már nem az ecset fest, hanem a festő válik az ecsetté. Mi történik abban a pillanatban, és mely az a pillanat, amikor a festő válik az ecsetté? Akkor, amikor eltűnik mindenféle vágy, hogy fessen. Hát akkor teljesen az ecsetté tud válni és akkor már nem a festő fest, hanem az ecset. És így a jó. Látsz olyat, hogy egy művész teljesen el tud tűnni az alkotásban, egy teljes egyévállást él át, és ki tudod belőle ráncigálni, de nem érdemes, mert akkor nagyon morcos lesz. És közben meg normális. Tehát nem kell az megőrülni, hogy valaki jó művész legyen. És nagyon sokszor látod azt, hogy az alkotásnak a teljes egyévváló tevékenysége, az egy iszonyatos nagy tisztítás. Tehát fantasztikus, hogy a lélek milyen állapotot tud fölvenni, de akkor, ha a sarat folyamatosan mindig lekaparja magáról. És ez a művész önképe, hogy én jó művész vagyok, vagy rossz művész. Ezért mondom, amikor már csak az ecset fest, akkor készül a legjobb mű, amikor a festő egyé tudott válni a tevékenységgel, és nincs én csak festés van. Ez az a bizonyos flow élmény, nem? Amikor a festő egyé válik az ecsettel, amikor eltűnik. Tehát ő összeolvad, és, és nem realizálja, hogy mi van körülötte, csak amit csinál. Realizálja, hogy mi van körülötte, Igen. csak nem foglalkozik vele aktívan. Vagy a gyerek, amikor úgy úgymond elmély után játszik, hogy nem Semmi nem számít, mi van ő csak akkor az Nem egy, ugyanaz, nem. mert akkor ugye a gyerek még nem nőtt föl, és nem tud akkor kijönni belőle, amikor muszáj. Tehát szülők akkor emlékeztetik, hogy pistike ideje enni, inni, és a többi, és akkor ezt kell. De az nagyon fontos, hogy eredetileg Szumszánszonyim azt tanította, hogy igazi önvaló, tiszta, mint a tér, tiszta, mint a tükör. Tehát végtelen tér és végtelen időélmény de precíz, mint a gombos tű feje. Tehát pontosan tűpontossága jelen van a pillanatban, és közben egy teljes, tágas, korlátlan élményben van része. És ez tudatos. Köszönöm szépen, most a különbséget. Az zen tanítása szerint a lélek és a tudat egy egységet alkot, vagy külön egységeket? Azt mondod, azonos hiba, különböző, az is hiba. Nagyon jó a kérdés. Használd a lélektudatosságot ahhoz, hogy egyre megvilágosodottabb életetej Tehát nagyon sokan kérdeztek, hogy a buddha természet akkor együtt szenved -e a lélekkel, és ugyancsak ugyanez a válasz ha azt mondod, hogy együtt szenved hiba, ha nem szenved együtt, az is hiba. Hát ez, a, ez a tiszta tükör ez mindent mutat, de semmihez sem ragaszkodik, és semmivel sem azonosul. Ez az a paradox, ami meg kell, hogy álljon. Tehát ezt tovább le akarod bontani logikailag, valami sérül. Igen. Így van. Én is ezen nagyon sokat gondolok. Nagyon a jó, örülök neki. Egyéb kérdés. Köszönöm szépen. Szívesen. Voltak idők, amikor úgy éreztem, hogy úgy tudok dolgokat, csak úgy, úgy. Vagy megálmodtam dolgokat. Aztán összeolvastam könyveket, és most összezavarodtam. Most van egy olyan, hogy amikor úgymond volt az a régi tudás, amikor bevillant valami vagy egy álom, ami általában meg szokott történni, akkor most úgy vagyok vele, hogy most ezt én gerjeztem, most ezt én vonzom be, vagy most már nem érzem azt a bizonyosságot, ami volt egy csomó könyv elolvasása után. Nagyon jó. <gül> Kitűnő. <gül> Miért kezd föl reggelente? Mert felébredek. Nem. Mert kipihentem magam. Macska, kutya, eddig ezt mind tudja. Te, mint ember, miért kelsz föl reggelente? Nem tudom. Na, itt még egy kicsikét hátrébb kell hagyni a könyveket, és akkor egyszer csak bevillan a válasz. Ugyanis, ha túl sokat olvasunk, akkor a sok-sok fogalmi tudás elgyengíti az akaratot. És hogyha sok ellentmondó könyvet olvasunk, akkor az még megkavarja az intellektust, és hirtelen így, mint a saját farkát kergető kutya, az ember nem tudja, hogy merre van az előre. Tegyünk egy sétát fönn a gyimesben, pihenjük ki ezeket az olvasmányokat, és a fenyőfák lesznek a legjobb tanítóink. És innentől kezdve az ég, a felhők, most lehullott friss hó, minden jobban tanít, mint bármiféle nyomtatvány, amit az emberek ugye fogalmilag oda kentek a papírra. És ahhoz, hogy az eredeti természetes működésünkhöz visszatérjünk, az meg kell haladni az írásokat. Az ennek négy alapelve van. Az egyik az, hogy nem támaszkodás az írásokra. Pontosan azért, hogy ne szútra függő legyél, és ne használati utasítás függő legyél, hanem tapasztalj, és működj helyesen. A második, közvetlenül az ember tudatára való irányulás. Nincsenek szimbólumok, nincsenek rendszerek, nincsen semmi legyengítése vagy felpörgetése a valóságnak, úgy látod a tudatot, ahogy van. A harmadik pedig az, hogy a megvilágosodás nem más, mint igazi önvalónk teljes tapasztalása. Erről beszéltünk az előbb. Tehát amikor az önképek, illúziók fájtlát az ember lefosztja magáról, akkor szükségszerűen tapasztalja ezt. És a negyedik az a tudattól tudatig való közvetlen átadás. Na most ehhez nem kell könyveket olvasni, hogy ezt a tapasztalatban valóra váltsd. Ezt cselekedni kell. Meditálni kell, élni kell az életet. És ezért volt ez a két kérdés. Úgyhogy helyes helyzetfelismerés helyes kapcsolatteremtés, helyes cselekvés. Ez a nemes nyolcrétű a kivonatolt, összesített változata három tagban. Most ehhez nem kell másokat olvasni. Itt nálunk kialakult egy olyan 2000 éve, de inkább 1700 éve az, amit úgy hívunk, hogy logosz betegség. Tehát, hogy mindent az élő szóra akarunk visszavezetni, mindent egy könyvből szeretnénk levezetni, uram, bocsá, amit szabad vagy nem szabad, azt is csak könyvek alapján akarjuk eldönteni. És nem pedig a lélek tiszta visszajelzései alapján. Tehát a szellemi önállósodásra mindenki képes. Ahhoz, hogy ezt belássa, az a saját szemét kell használni, saját fülét, saját gondolkodását, a saját érzelmeit kell jól látni, cselekedni, veszélyes, mindezt pillanatról pillanatra tisztán tartani. Tehát létezik együttműködő szellemi autonómia amely nem függ az írásoktól. De a Buddha előtt nem voltak szútrák, Laoce előtt nem volt a Mi az a tudat, ahonnan ezek a könyvek származtak? Igen. Yeah. Jézus előtt nem volt új szövetség. Ó szövetség az volt több változatban is, egy Izsák és egy Ibrahim féle változat, ugye? De a helyzet az, hogy, hogy ezek az írások valakinek a tudatából származnak. Mi nem a csokit szeretnénk, hanem a csokit gyárat szeretnénk. Tehát elérni azt a tudatot, ahonnan ezek a magas röptő igazságok keletkeznek, de mihelyt leírtad őket, mi helyt kinyomtatták őket, azon nyomban kihűltek. Azon valaminek a formai részévé, fogalmi, hálózat részévé váltak. És ekkor már nem annyira élők. Egy lepke úgy jó, hogyha repül és röpdös, nem úgy, hogyha felszúrják gombos tűre és ott tárolják. Ennyi a különbség. Köszönöm szívesen. A tiszta tudat az érzelemmentes? Nem. Ha kell érzelmes, ha kell érzelemmentes. És ebben a kontextusban például a szeretet az egy állapot vagy érzelem? Tiszta egy, tudat. egy érzelmes állapot. <laughs> Tehát a, a szeretet, mint az univerzumnak a törvénye. A... Ne absolutizáljuk a szeretetet, mert akkor ránk telepszik és megfolyt. Jó, tehát ez, a, ez a, az a szeretet, amely mindent ugye Amit elönt, igen. igen, na, az óriási probléma, mert akkor a szeretet ugye adagolhatatlan, megállíthatatlan, és ez egy idő után ölbutít és nyomorba dönt. Tehát amikor azt mondja a szülő a gyereknek, hogy én csak jót akartam, anyuka, én most elmegyek a bőröndömmel és nem jövök vissza, mert már annyira jót akartál húsz éven át, hogy nem bírom. Tehát, és mindezt a szeretet jegyében. Jó, tehát vigyázzunk erre, hogy, hogy az eredeti tiszta tudat az mentes mindentől, de mindent tükröz, és mindent megteremt, és lebont, ahogy azt kell. Tehát amikor ott van a helye a szeretetnek, akkor tegyük ezt, és nyilvánítsuk ki. Amikor nem, akkor a szeretet hiánya is van olyan erős tanító, mint a szeretet maga. Van, aki csak a hiányából ért. Akkor annak azt a nyelvet kell tanítani értem köszönöm Lehet-e enyhébb vagy súlyosabb pszichés betegséggel zen gyakorolni? A határit az, hogy kell-e rendszeresen pszichoaktív gyógyszereket szedni, vagy sem. Hogyha igen, akkor a szangában nagyon nehéz a beilleszkedés. Nagyon sokat próbáltuk. Tehát nagyon sok emberen próbálunk meg segíteni úgy, hogy tudjuk, hogy rendszeres gyógyszerszedés az életének a része és kiderül, hogy ez nagyon nehéz. Tehát van, akinek sikerül, van, akinek nem. Ez egy igazi szürke zóna. Tehát itt nem lehet azt mondani, hogy igen vagy nem, ez egyénfüggő. Egy biztos. Aki nem tudja a mindennapi időbeosztást ugye, követni, és vagy nem tud harmonizálni a szangával, vagy nem tudja a saját ugye, erejét, vagy tudati tisztaságát föntartani, mert sajnos mondjuk rendszeresen elájul, akkor ő nem alkalmas arra, hogy pont azt a zen gyakorlatot kövesse, de az nem jelenti azt, hogy ne lehetne rajta segíteni. Tehát ilyenkor azt mondom, hogy a meditációs tanító és a pszichiáter leülnek, és megbeszélik azt, hogy ezzel az emberrel, akinek pszichés problémái vannak, mit lehet kezdeni, hogyan lehet rajta segíteni. Ezt lehet és kell is. Azt, hogy a zen formáját az illető tudja gyakorolni, az ebből a szempontból másodlagos és van, amikor nem tudja. Egyetértsünk meg, ezek a pszichoaktív gyógyszerek úgy működnek, hogy kémiai úton és nem is egyszerűen elképesztőbb bonyolult kémiával mesterséges küszöböket hoznak létre a tudatban, hogy ne gondolhass bizonyos gondolatokat, ne érezhess bizonyos érzelmeket, és ne tehess meg bizonyos dolgokat. És ezeket a küszöböket a meditáció úgy feltépő, mint a helyderménkű. Tehát pont ellenkező irányba hat, tehát leülsz, és ugyanezek az ajtók, amiket a kémia lecsavarozott, azok pattognak fölfele. Na most ezért nem lehet a kettőt együtt csinálni. Tehát egész addig, amíg a tudatnak a magva nagyon instabil, és a személyiség nem tud autonóm módon működni a mindennapi életben, addig erre a kezelésre szükség van. Tehát az nagyon fontos, hogy a, a karmának az állapotát lássuk, és tudjuk azt, hogy mi az, ami lehetséges, és mi az, ami nem. Egyszerre két irányba menni egy lóval nem lehet. Tehát ha meg kell erősíteni a személyiséget úgy, hogy kémiai határok közé beszorítom, megszoktatom vele az új mintát, utána, ahogy a tatarozás után lebontom az állványt a házra, utána már lehet használni ajtó ablakot, mindent. Tehát van olyan, hogy kigyógyul a betegségből, elmúlnak a szindrómák, tünetek, és akkor utána tud meditációt gyakorolni. Tehát több tucat kísérlet volt az elmúlt 15-16 év során, és mindig meg kellett állapítani azt az egyéni határt, amelyet ott és akkor nem lehetett túllépni. Egyszerűen képtelen volt rá. Úgyhogy együttérzéssel és bölcsességgel kellő odafordulással meg kell nézni, hogy az ember mire képes, és a megfelelő eszközöket használni. Ha ez rendszeres gyógyszerszedés, terápia, pszichiátria, stb., mint bejáró beteg, akkor az. Ha pedig már eléggé erős és autonóm ahhoz, hogy a Zent vagy bármilyen más meditációt gyakorolja, akkor az a kettő együtt az 99%-ban nem megy. Megelőztek a kérdéssel, mert ugyanezt szerettem volna kérdezni. Megkaptad a választ? Igen, pszichiátrionosként dolgozom, és, és volt erre gyakorlat, hogy, hogy össze kellett illeszteni a, a két kezelési formát, és, és tényleg egyéniek a határok. Inkább egy picit megkérlek arról, ha tudnál beszélni, hogy a meditációnak milyen e, egészségjavító hatása van testileg. Az alaphatása a meditációnak az, hogy amikor az utolsó lélegzetedet kifújtad, meghalsz. Ha nem meditálsz, és kifújtad az utolsó lélegzetedet, akkor is meghalsz. Tehát, ha valaki testre gyúr és egészséget szeretne javítani meditációval, akkor én nem ígérek semmit. Inkább arról van szó, hogy milyen tudatot viszel tovább innen, és milyen karmát viszel tovább innen. Tehát igaz az, hogyha valaki helyesen meditál, akkor az energiacsatornál nyitottabbak, energikusabb a test, erősebb a tudat, de ez mind esetleges pozitív mellékhatás. És nem erre gyúrunk arra sem, hogy szétessél fizikailag, és pár év múlva sántikálva, szétrongyolt testtel, keressél menedéket a kórházban, és azt mondod a halálos ágyadon, hogy meditáltam öt évig. Tehát nem ez, nem ez, a cél. Nem ez a cél. De az, ami a, a megvilágosodás elérését és a tudat megszabadulását célozza, az a testet elég másodlagosan kezeli, mint eszköz. Tehát ebben a felállásban a sofőr a fontos az autót annyit szervizeljük, ami ahhoz kell, hogy menjen az úton biztonságosan. Kész. De ahogy mész az úton, az autó az akkor is kopik. Mindenképp. Tehát kell bele az olaj, az üzemanyag, a megfelelő beállítások. Ha ezek megvannak, akkor a test megkapja azt, ami kell, és csinálja a dolgát. De ez elenyészően, azt mondom, kevésbé fontos, mint az, hogy milyen lélekkel születtél meg, milyen tudatosságot értél el ebben az életben, és milyen lélekkel mész tovább? És azzal kezded a következőt. Egyéb kérdés? Köszönöm. Tehát említetted akadályozó érzelmekként a vágyat és a haragot. Mi a helyzet a félelemmel? Az a haragnak az előszobája. És van olyan félelem, amely belénk épült, és félünk a harapós kutyától, tehát nem megyünk be olyan udvarba, hogy ilyen nagy áthúzott, piros körben egy kutya fej van. Tehát ezek a tudáson alapuló félelmek, ezek azt mondom, hogy beépített kondíciók. Tehát senki nem érzi magát kevesebbnek attól, hogy fél mondjuk a kutyától, akár fél a fogorvostól is, mert szegény nem szeret, hogy furkálják meg fáj. De amikor az ismeretlentől félünk, és csak azért, mert nem ismertük meg, na az akadály. Tehát mi az, ami tényleg ilyen szederjes, fehér, sápat félelem? Az, ami a, a gyomrodat így összeszorítja, és nem tudod mi a tárgya, és mégis ott remeg benned. Na, az egy óriási akadály. Ahogy a fájdalom a testházőrző kutyája, ugye a félelem az a tudatnak a különböző tapasztalataiból származó önvédelmi reflex ha egyszer megharapott egy kutya, akkor már nagyon másképp fogsz viszonyulni az ebekhez. Ez is rendben van. A félelem ebben az extrém változatában lebékjóz. Cselekvésképte lenné tesz, és lefokoz, mint ember. Úgyhogy ezeket a az ismeretlentől való félelmet, ezeket nyugodtan feloldhatjuk, és ismerjük meg, hogy mi az, amitől félünk, és kiderül, hogy amikor a félelem tárgyát nagyon jól látod, megismerted a működését, akkor nagy részt megszűnsz félni tőle. Tudatban van akadály, van félelem. Nincs akadály, nincs félelem. Nálam az a helyzet, hogy én félek a haláltól. És pánikrohamozok ezért. És akkor olyan érdekesen jó dolgokat mondasz, hogy én még szeretnék erről hallani. Hogy én ezt hogy tudom megoldani. Amíg az ember tudata ép, és nem tört a tükördarabokra, addig minden foltot koszt le lehet oldani arról a tükörről. Ha az ember egyszer darabokra tört, és akkor az önbizalmától kezdve az önrendelkezésség szinte mindent elveszít, akkor utána nagyon nehéz foglalkozni vele. Tehát az előtt lássuk be a problémáinkat, sem, hogy ezek a problémák akkora súlyjal essenek ránk, hogy darabokra tör minket. Tehát itt a makacság és a csak azért sem, az nagyon ellenünk dolgozik. Hát mennyi szenvedés kell ahhoz, hogy belást, hogy emberi testben vagy és el fogsz múlni. Jó? Tehát lássuk be, és ha beláttuk, akkor lehet vele foglalkozni. Hogyha meditálsz, akkor meglátod, hogy honnan jön ez a félelem, és mint a csapot a fürdőszobában, hogyha megtalálod a szelepet, el tudsz zárni. Addig telefonja a kádat, meg kijön az ajtó alatt. Elönti a lakást, és az élet félelemben telik el, és remegsz a közérben. Minek? Ezt mind-mind meg lehet ismerni. Azt, ami táplálja, vissza lehet fordítani, és hogyha valami nem kap energiát, az megszűnik működni. Én a motivációról szeretnének kérdezni, hogy miért kelünk fel reggelente. Volt egy Azt ilyen... én kérdeztem. Igen, igen, és hogy nekem erre az lenne a válaszom. Nem tudom, hogy helyes vagy sem, hogy a motivációm, vagy valami belül. És mi ez a motiváció? Igen, és hogy ezt a motivációt hogy tudom, magamban újra megkeresni mert úgy tapasztaltam hogy úgy 20-21 éves kora még szinte föl sem merült annyira automatikus volt ez a, ez a dolog és most már fölmerül elég régóta hogy elvesztettem a motivációt és ez nem tudom ez a kérdés második része hogy ez az életerővel vagy az energiával összefügg-e? második kérdés az, hogy ezt az energiát lehet-e kicsit növelni magunkban? Lehet. Ehhez kell az a tantien meditáció, amely a fönti központokat kiüríti, és kellő stabilitást ad lent a tantienben. Az, hogy az egyéni motiváció bizonyos életkorban kifogy, vagy időszakosan nem működik, ez teljesen természetes. Egy idő után csak másokért, vagy csak a magunkat meghaladó cselekedetekkel tudjuk kellőképpen motiválni magunkat. Egyébként értelmét veszti az egész. Amikor egy nagy értelemvesztés van, az általában az élet válság, És akkor senkiért. Se magunkért, se másért, semmi. És akkor valahol a gödör alján ki kell tudni hullani, és találni valamit, amely valahogy mégis érdemes, ami ugye motivál. Azért érdekes a meditáció, mert nagyon sokszor az illúzió vesztés, az motiváció is, hiszen hittél valamilyen marketingben, reklámban és egyébben, és egy idő után nem hiszel benne. Akkor ugyanezt kellene belül folytatni, hogy az motivál, hogy minél jobban felébredj. Tehát érdekes az, hogy a legnagyobb nyeresség itt az, hogy el tudod viselni az illúzió veszteséget. Ez megint egy paradox dolog. Most innentől kezdve, hogyha ezt elmered viselni, akkor ez önmagában egy tárgyatlan motiváció. Nincsen tárgya, nem azért kelek föl mindenleg, hogy megfogjam az embotot. De azért, hogy tiszta tudattal éljünk, az egy hatalmas egy motiváció lehet, mert ennek az eredménye azon nyomban ott van, abban a napban. Jó? Tehát amikor arról van szó, hogy felébredés és minden lény megsegítése, akkor ez egy eléggé erős motiváció, és ez kondicionálhatja a többit, az életcélokat is. Úgyhogy ha elvesztetted, semmi baj, lehet, hogy az már lejárt, semmi gond. Találj egy mélyebbet, igazabbat helyette. És akkor eljutsz egy olyanig, ami nem fogy ki üzemanyagból, innentől kezdve az életerő, az, ami az energiádat ugye mozgósítja, az szinte kifogyhatatlan. Nem azért, mert mennyiségileg nem fogy el, tehát hanem egyszerűen azért, mert minden napnak van célja. Mindig érdemes fölkelni, mindig van valaki, aki lehet segíteni. Jó? Egy kicsit akkor még folytatnám, hogy, hogy a, az illúziók elvesztése kicsit olyan, mint önmagunk elvesztése. Hát amíg De az le... illúziókkal azonosulsz addig, igen? Igen, pontosan. Erről szó? Hogy lehet. Tehát amikor az nem... illúziókkal már nem azonosulsz, akkor az illú... illúzióvesztés nem fájdalmas. De mégis mi az, ami, ami az embert így fiatal korában így pitti, egy energia, és az... Itt a gyakorlat el... által megtalálod. Tehát ezt már szóban annyit elmondtam, amennyit el lehet, és a tapasztalat segíteni fog. De akármennyit beszélünk róla, a puszta szóbeliség nem fogja elhozni neked ezt így tényben. Én azt szeretném kérdezni, hogy hogyan lehet lemondani az emberek iránti görcsös ragaszkodásról. Egy hetes erdei túra egyedül. Egyedül? Igen, egyedül. És ez megoldja? Meg. Több minden történik. Egyrészt, amikor csak saját magad gondolatait hallod, akkor meglátod, hogy milyen buta dolog az a ragaszkodás, amely magadnak és másoknak ugyanolyan problémát okoz. Másrészt rájössz arra, hogy valójában mit szeretsz egy emberben, és miért van rá szükséged, és hogy benned mi az, ami szerethető, és másnak miért van szüksége rád. És amikor ez megvan, akkor egy sokkal egészségesebb tudattal térsz haza. Tehát a ragaszkodás az akkor szokott jelentkezni, amikor a lehetetlent akarjuk, és nem természetes a kapcsolódás. A természet nagy tanító. És egyébként meditálni is lehet az erdőben, az egy, az egy nagyon jó fogalatosság, meg tüzet rakni a megfelelő tűzrakó helyen, stb. 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 Úgyhogy az, hogy kivonod magad abból a rendszerből, amely hogy a ragaszkodást részint táplálja, részint számodra szükségessé teszi, ez a leválasztódás, ez egy nagyon egészséges dolog. És utána rájössz, hogy nem ragaszkodni kell az emberekhez, hanem segíteni őket, és megfelelő módon kapcsolódni hozzájuk. Tehát a szabad akaratból születő társulások a legértékesebbek. A kölcsönös vonzalmak az igazi párkapcsolatnak az alapjai, és ugye nem a puszta érdekviszonyok. Úgyhogy amikor ez megvalósul, akkor rájössz, hogy nem ragaszkodni kell, hanem társulni kell. Ezeket a finomságokat észre tudod venni, hogyha egy hétig hallgatod a szélzúgását a fenyőtű levelek között. Jó? Köszönöm. Szívesen. Olyan bonyolult a kérdés, hogy nem is tudom föltenni. Akkor ne is tedd föl, mert haszna Nagyon nagy munka az, hogy leegyszerűsítsd a kérdést. Elmondom neked az egyik műhelytitkomat. Addig egyszerűsítjük a kérdést, hogy a válasz pont olyan egyszerű legyen. És ezt te csinálod. Tehát egy jó kérdés feltétele az sokkal nehezebb, mint egy jó válasz megadása. Na most gyűrközzél neki hirtelen. Uh, igen. Uh... Már egy jó ideje észrevettem azt, hogy folyamatosan a, a biztonságra törekszem, és valahogy úgy érzem, hogy, hogy a helyet, hogy úgymond helyzetbe hoznám magam, beleülök a jó meleg pocsolyába, aztán ott pancsolok. Boti, barátnő van? Van, feleségem is. Feles... Feleségem! Hát... mert akkor meg nem értem. Hát akkor hogy, hogy tud a családi élet egy ilyenné válni, amikor ugye fiatal házasok, ugye együtt vagytok, stb. Az asszony hagyja, hogy beleüljél csak úgy a meleg pocsolyába. te. Hát mi van otthon? Engedi, hogy tévét nézz és ne foglalkozzál vele? Hát nincsen tévénk sajnos. Hát akkor nem tudom, hol van a pocsaja, de egy szó mint száz. Nézzük meg a feladatokat a családon belül, ugye? ki mit csinál és mit nem csinál. És a férfinek azért még mindig ebben a letelepedett materiális társadalomban is azért a házon kívül tényleg több a dolga, tehát egy kis vándorlás kellene. És akkor nem érzed azt, hogy ennyire helyhez vagy kötve, és annyira megszoktad azt a milliót, azt a házat, stb. stb. Mert ez nem biztonságérzet, ez korlátozottság. És egy idő után lázad az ember ellene. Nem azért mondom, mert ki akarlak csalni a falak közül, mert ez nekem jobb. Neked jobb. Tehát meg kell járatni a lelket úgy, hogy szépen tapasztalja a világot, megtalálja a maga kihívását, akárhol is legyen. Legyen az a kihívás a munkahelyen, az élet más területein, stb. Magyarul vadászik. Tehát a férfi vadászik, lelövi a vadat és hazahozza és akkor az asszony boldog, mert van mit megnyúzni, nem a férjet nyúzza meg, hanem a vadat, és akkor azt, azt készíti el, abból lesz a finom étel, tehát ezt, amit hazahozol, visszaosztja. Tehát valahol ezt a, azt mondom, nagyon ősi magatartásformát, ezt le kell tudni fordítani a mindennap életre, hogy ne billentyűzetek előtt öregedjünk meg, és képernyőkbe pistuljunk bele, és úgy érezzük, hogy akkor az életem tartogat más semmit, csak nullákat meg egyeket. Úgyhogy amikor az ember a biztonságra törekszik túlságosan, és elfelejti, hogy van egy világ körülötte, elfelejti, hogy van egy út, amit járunk, elfelejti azt, hogy van ugye egy olyan család, akit ugye el lehet vinni az úton, akkor joggal érezheti úgy, hogy egy kicsikét beszűkült a horizont. Na most ilyenkor felmész a hegytetőre, nem csak kint, fel lehet menni nyugodtan, Hargitára, nagyon szépeket látunk onnan de a belső hegyre. Tehát a tudatnak, az éberségnek arra az állapotára gondolok, ahonnan nagyon jól látod a választási lehetőségeidet, nagyon jól látod az utat. És akkor helyes döntést tudsz hozni, megfelelő kihívást tudsz vállalni, amiért az asszony azt mondja, hogy jaj, poti, hát csinálja, botját, jó lesz ez, nem pedig, nem, a, nem is érdekel, csinálja, nem érdekel. Tehát ez, ez nem jó. Egy kicsit az ő fejével is tudni kell gondolkodni, és az ő szívével is tudni kell érezni, és akkor a megfelelő kihívást választod, és a megfelelő célt tűzöd ki. Na, ekkor nem csak értelme lesz az egésznek, hanem lesz valami jutalma. És nem vészel a biztonság, csak átalakul, kitolódnak a határok. Én azt kívánom, hogy mindannyian együtt járhassuk az utat, hogy a holnapi gyakorlaton minél többen vehessünk részt, és azt, hogy érjük el azt a tudatállapotot, amely magunknak és másoknak egyaránt a megvilágosodást és a kölcsönös segítséget jelentheti. Köszönöm a figyelmet.